az első. Ott van. Szabó Ágnes és Zala Koramóra. Gyert, gyert. Hogyan tehetem az állás? Így van. Köszönöm szépen. Vigyél csak itt. Köszönöm. A Földvilágnapja alkalmából kiírt környezetvédelmi programok keretein belül levelezős rajzpályázaton és újrahasznosítható anyagokból készített alkotói versenyen vehettek részt az általános iskolás diákok a Bonyhádi Solymár Imre városi könyvtárban. A helyszínen megjelent tanulókra pedig játékos vetélkedő várt. Csobot Edina gyermekkönyvtáros elmondta, hogy a többfordulós rajzversenyre rengeteg mű érkezett állatvédelem témakörben. Az alkotói versenyre harmadikos és negyedikes diákok pályázatai kerültek be a legjobbak közé. Itt a Solymár Imre könyvtárban egy levelező versenyhez készültek ezek a rajzok. Öt fordulós, a címe a levelező versenynek Veszélyben a világunk. Ez egy környezetismeret és környezetvédelmi levelező verseny, ahol nem csak a tudásukat bővítették, hanem a kreativitásukat is megmérettettük, hogy milyen ötleteik lehetnek így környezetvédelmi tippekre és helyzetekre. A Földnapja alkalmából szerveztünk még egy másik programot, az pedig egy DIY bolygómentő művészek kiállítás lett. A lényege az volt, hogy újrahasznosított anyagokból kell készíteni valami alkotást. Ez a DIY bolygómentő művészet verseny első alkalommal lett megrendezve itt a könyvtárban. Lettek támogatóink is. Az első helyezett a Katica tanya által egy családi belépőt nyert extra lehetőségekkel. Különböző alapanyagokat használtak fel. Minden, ami megmaradt ott a háztartásban, WC papírgurigától elkezdve, papírzacskó, kupakok. Snell Nagy Erika, a könyvtár igazgatója arról mesélt, hogy olyan elméleti és gyakorlati feladatokkal készültek, amik megoldása kellő fejtörést okoz a diákok számára. Április 22-én van a Földvilágnapja, és ez alkalomból a Solymár Imre Városi Könyvtár is szervezett egy ismeretterjesztő vetélkedőt általános iskolásoknak, 7.-8. osztályos tanulóknak. Két fős csapatokban kellett jelentkezni. Leginkább cikorról és teverről jelentkeztek a csapatok. Úgy állítottuk össze a feladatlapokat, vagy a feladatokat, hogy állomásukra kellett menni a gyerekeknek menetlevéllel, és volt, ami elméleti feladatlap, és volt gyakorlati feladat is. Négy állomásunk volt, az egyik állomáson volt egy 13+1-es totó, ami egy ilyen átfogó kérdés volt, az inkább tudáson alapuló. Volt egy keresztrejtvényük, belecsempésztünk egy olyan feladatot is, hogy a percekert fáit kellett felismerniük, ha már itt vannak a könyvtárban és a környezetében. Gyakorlati feladat volt gyógynövényfelismerés, illetve itt nálam fűszernövényeket kellett felismerni, aszaltványokat, illetve zöldségeket, és kóstolni is lehetett. A vetélkedőn résztvevő gyerekek arról meséltek, hogy nagy kedvencük volt az aszaltgyümölcsök és a zöldségek felismerése, a legnagyobb fejtörést pedig a növények és a hozzájuk tartozó gyógyhatás összepárosítása okozta. A felnőttek számára a Völgységi Múzeumban tartottak tudományos előadást. A Földnapját Magyarországon most már 2 évtizede rendszeresen ünnepeljük. Tulajdonképpen ez egy figyelemfelhívás arra, hogy az a Föld, ahol élünk, az sérülékeny, változó, az, amit korábban úgy gondoltunk, hogy úgy van, az már nem úgy van. Ezekre szeretnénk fölhívni a figyelmeket különböző előadásokkal. Az én előadásom a városokról szól. Miket hívunk városoknak a világban, milyen kihívásaik vannak Magyarországon, Ausztráliában, az Egyesült Államok, amelyek hasonlóak, és melyek azok, amelyek specifikusak. Ezek a fajta népszerű ismeretterjesztő előadások azt gondolom, hogy mindenkit érdekelhetnek. Nekünk egyetemi előadónknak kell, hogy legyen olyan rutinunk, hogyha 6 évesekből áll a közeg, akkor is el tudjuk mondani, de ha hozzáértő egyetemisták, kutatók, akkor is vállalható és értelmezhető legyen az előadás. Hozzátette, manapság már más jelentéssel bír a város fogalma. Több nézőpont szerint is be lehet sorolni őket, és összetettségük miatt már-már alig hasonlítanak ókori elődjeikre.
Azt gondolom, hogy van az emberek fejében egy kép a városokról, mindannyiunk valamikor a 5.-6. osztályban tanult először a városokról, ami valami fajta fallal körülvett, erődített hely, a kiváltságosok, az előkelőknek a lakhelye, hát mára ez nem egészen így van, ma már a földnek több, mint a fele városlakó, értelemszerűen akkor ez nem lehet az elit, teljesen más kihívások vannak, teljesen más városfogalmak vannak ma, mint akár 15-20 vagy 50 évvel ezelőtt. Magyarországon a legkisebb város az 1000 főt éppen meghaladja, a legnagyobb az egy jó néhányszor nagyobb, az 1.760.000-es Budapest. Mind a kettőt városnak hívjuk. Mégis teljesen más közegben mozog, másfajta szerepeik, funkcióik, kihívásaik, problémáik vannak. Azt gondolom, hogy ezekről is kell tudnunk, hogy Norvégiában egy 300 fős település már város lehet, más területeken 10.000 fő alatt nem. Ez alapvetően jelzi a terület különbségeket is. Tóth István Zsolt, a Duna-Dráva Nemzeti Park nyugdíjas területkezelője, az erdők életéről tartott előadást, ahol arról mesélt, milyen tapasztalatokkal gazdagodott élete során. Nem egy nap kell megemlékezni valamiről, hanem egy a föld, mint olyan, az élőhelyünk, arra minden nap arra kell gondolni, és megőrzését azt minden nap szorgalmazni kell, és azon az úton járni, és nem pedig csak egyszer megemlékezni róla egy nap, és akkor azzal azt hiszük, hogy letettük a gondokat. Ez épp olyan, mint karácsony előtt is, amikor levesosztások vannak, hogy hajlítanak, arra szorulnak, és akkor könnyezünk rajta, milyen nagy lelkek vagyunk, hogy osztunk, és közben a többi napján az életnek sokan nem gondolnak erre. És hát itt is az, hogy a természetre nem gondolunk, hanem hétköznapi életbe rohanunk, és nem pedig a alázattal és tisztelettel fordulunk a természet felé. Erdőgazdálkodás, a védett és fogottan védett területeken és naturális területeken, hogy az nem vág össze azokkal az elvekkel, amikkel egy természetterületen leírnak, például az, hogy első rendetet és természetvédelem, és közben multifunkcionális hasznosításképpen vadászat is, fahasználat is, közjóléti szereplés is bejátsza, és ugyanaz, amiről kéne szólni természetvédelem, a megőrzése, az a legutolsóban van végül is a gyakorlatban. A föld megóvásának szempontjából fontos a példamutatás. A környezetvédelemben minden cél csak apró lépésenként valósítható meg, de tudatosítani kell az emberekben, hogy kellő odafigyeléssel minden folyamat visszafordítható.